intézményünk szegregált gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmény Budapest 12. kerületében. A Normafa szomszédságában, a gyermekvasút és a fogaskerekű közelében található, egy másfél-két futballpályányi területen terül el, a Hegyhát utcában, Budapest egyik legmagasabb utcájában. Nagyon szeretjük ezt a környéket, tulajdonképpen tündérkertnek hívjuk, hiszen egy nagyon szép parkosított udvar otthont annak a két épületnek, amelyben a feladatellátásunk folyik. Általános iskolánkat a 2012-13-as tanévtől kezdtük el kialakítani. Ide autizmussal élő értelmi fogyatékos gyermekeket veszünk föl. Őket az úgynevezett E-épületbe helyeztük el, ahol a tantermeken kívül különféle egyéni fejlesztő szobák szolgálják a képesség, készség és kompetencia fejlesztést. Az ő nevelésük, oktatásuk az egyéni képességeknek megfelelően egyéni tanmenetek szerint történik. Készségfejlesztő speciális szakiskolánkban középsúlyosan értelmi fogyatékos fiatalok szakképzése folyik. A 8. osztály elvégzése után jelentkezhetnek ide a fiatalok, a 9. és 10. osztályban a közismereti tárgyakon kívül pályaorientációs képzésben is részt vesznek. Itt ismerkedhetnek meg azzal a két készségfejlesztő szakiskolai szakmával, amit az intézményünkben oktatunk. Készségfejlesztő szakiskolánkban két szakma közül választhatnak a fiatalok. Az egyik a háztartástan, amely két évfolyamos elméleti és gyakorlati képzésből áll. Konyhai munkák, házi és házkörüli munkák témakörében szerezhetnek ismereteket. A szövőtárgy készítő szak szintén két évfolyamos, ahol különböző szövőtevékenységekkel ismerkednek. Kis lépésekben sajátítják el a gyakorlati fogásokat. A tanórákon kívül számos szakkör közül választhatnak tanulóink. Nagy gondot fordítunk a testi nevelésükre, amely a tornatermen és a mozgásterápiás fejlesztőszobán kívül a nemrég felújított sportpályákon valósulhat meg. Intézményünkben a szakiskolai és az általános iskolai tanulóknak kollégiumi ellátást is tudunk biztosítani. Jelenleg 5 kollégiumi csoport működik, a 2012-es tanévtől integráltan autista gyermekeket is el tudunk helyezni kollégiumunkban, Budapesten egyedülálló módon. Gyermekeink, amikor az iskolai tanórák után átjönnek, különböző foglalkozások vannak. Heti 2 alkalommal kutyaterápia, kézműves foglalkozás, kirándulás, kertészkedés, illetve tanulóink részt vehetnek az iskolai szakköri foglalkozásokon is. A 2013-14-es tanévben kollégiumi lakóegységeink teljes felújításra kerültek. Az 5 lakóegységben a vizes blokkokat, a konyhákat és a szobákat, valamint a nappali helységét is felújították. Ennek keretében a bútorzat, a padlóburkolat került felújításra, illetve új tévéket kaptak a gyermekek, amiket mondhatom örömmel nem nagyon használnak, hiszen olyan változatos programok vannak délutánonként, hogy erre nincs szükség. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szülők bizalmukba fogadták kollégiumunkat, egyre nagyobb az igény férőhelyeink iránt, biztonságba tudják a gyermekeiket, és tudják azt, hogy szakmailag felkészülten fogadjuk őket, és változatos programokat biztosítunk gyermekeiknek. C
Célunk az, hogy az itt eltöltött idő alatt a boldog gyermekkort éljék meg.